A mai videó témája a természetes szépség. 7 darab tippet hoztam nektek, hogy hogyan tudjátok megtartani a természetes szépségeteket a smink nélkül, főleg, hogy ugye jön a meleg, és hát én legalábbis megszerintem azért a lányok többsége ilyenkor melegben nem szívesen tesz föl annyi kenceficét az arcára. Úgyhogy lássuk a tippeket. 1. Igyál vizet. Valószínűleg ezt azért mindannyian tudjátok, hogy a víz nagyon fontos a bőr szempontjából, tehát napi mondjuk 8 pohár vizet minimum meg kell inni, ahhoz, hogy a bőröd nagyon szép és hidratált legyen, és ne kelljen foglalkoznod azzal, hogy alapozót kell felvinned. Így megmarad a bőröd természetes szépsége, alapból nagyon-nagyon szép lesz. Ez az egyik legfontosabb tipp, hogy hogyan tartsátok meg a természetes szépségeteket. 2. Tisztítsd az arcod. Most, hogy a bőröd már hidratált, azra is nagyon kell figyelned, hogy tisztítsd is. A napi piszkot, olajat mind le kell mosni az arcról. Ezt többféle módon is meg lehet ugye tenni, bőrradírral, vagy egy kicsit ilyen erősebb szőrű kefével is. Rajtatok áll, hogy ti hogy szeretnétek. De érdemes naponta jól megtisztítani az arcot. 3. Használj kókuszolajat. Tudtad, hogy a kókuszolaj remek alternatíva mindarra a krémre, amit most épp használsz? Bizony. Hidd el nekem, hogy ez az olaj gyönyörűvé, puhává és sejmessé fogja tenni a bőröd. Próbáljátok ki, és meglátjátok az eredményt. 4. Hidratáld a bőröd minden nap. Természetesen a hidratálás is nagyon-nagyon fontos szempont, hogyha a bőr természetes szépségéről beszélünk. Ugye nyilván szeretnétek, hogy a bőrötök tényleg a legeslegjobban nézzen ki. Én nem próbáltam még annyira nagyon sok hidratáló krémet, ezért sajnos ebben nem tudok segíteni, annak ellenére, hogy én nekem nagyon szükségem lenne egy jó hidratáló krémre. Viszont azt tudom, hogy a Lush-nak a hidratáló krémeit sokan dicsérik, illetve most épp próbálok egy Heliadés hidratáló krémet, amit egy nézőm ajánlott, úgyhogy meglátjuk. Ha van valami jó hidratáló ötletetek, írjátok le kommentbe. 5. Ápold a szemöldököd. Nyilván a szemöldökről sem szabad megfeledkeznünk, hiszen nagyon fontos, hogy azt is ápoljuk, szedjük rendesen, hiszen ez ugye egy keretet ad az arcnak. Ez is egy nagyon jó módja, hogy az arcodnak a legjobb formáját mutasd. És ehhez sem kell smink. 6. tipp. Hordj olyan színeket, amik kiemelik a szemed színét. Csak azért, mert ugye felhagytál most egy kis időre, vagy talán több időre a sminkeléssel, máshogy is kiemelheted a szemedet, mint mondjuk a highlighttal, vagy ilyesmi. Méghozzá úgy, hogyha olyan színű pólót, felsőt viselsz, ami szépen kiemeli a szemed színét. És az utolsó 7. tipp, az ajakápoló a barátod. Végül ugye az ajkaidról sem feledkezhetünk meg, azt is hidratálni kell, és ehhez egy ajakápoló teljesen tökéletes, nyilvánvalóan, és talán még egy kis fényt is ad az ajkainak, hogyha éppen olyan, és nagyon-nagyon jól hidratálja. Én egyébként személy szerint a vazelint nagyon ajánlom, esténként lefekvés előtt szoktam felvinni az ajkaimra, és másnapra gyönyörű hidratált, kicsit talán még fel is duzzadt ajkaim is lesznek tőle. Hogyha valaki ezt mégse szeretné, akkor viszont a Burt's Bees ajakápolóit nagyon ajánlom, és ezeket online meg tudjátok rendelni szerintem bármilyen ilyen, hát nem bármilyen, de talán ASOS-ról meg tudjátok szerintem biztos rendelni, az a legkönnyebb. Ezek lettek volna a tippek, ne felejtjétek, hogy smink nélkül is tudjátok szépnek érezni magatokat, illetve lehettek is szépek, illetve azok is vagytok. Ezt soha ne felejtjétek el, a természetes szépség a legfontosabb, és ezekkel a tippekkel ti is könnyedén meg tudjátok ezt szerezni. Természetesen ezeket a tippeket azok is követhetik, illetve kövessék is, akik sminkelnek, mert ezek tényleg olyanok, hogy hát szóval fontos ahhoz, hogy egy ember jól érezze magát. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljátok, hogyha nagyon várjátok már ti is a nyarat, és írjatok kommentet, hogy ti milyen szépségápolási módszerrel tartjátok meg ezt a természetes szépséget. Sziasztok!